Jó estét kívánok, köszöntöm Parti Nagy Lajos írót. Hát már nem igaz az, hogy mostanában keveset hallunk róla, mert éppen, hogy elég sokat az elmúlt napokban, hetekben. Ugye két történet is van, az egyik, hogy kilépett az Írószövetségből, mert azt mondta, hogy nem marad olyan szövetségben, ahol olyanok, annak, mint Döbrentei Kornél, aki ezt a bizonyos beszédet mondta a Tilos Rádió előtt, a másik pedig kapott egy jelentős díjat, ehhez is gratulálunk egyébként, a Magyar Irodalmi díját. Ha találkozik az ismerőseivel, vagy ha az olvasói megállítják az utcán, akkor melyik történetet hozzák inkább szóba, a kilépést, vagy a díjhoz gratulálnak? Hát most én szeretném, hogy így legyen, vagy így van-e, azt most hirtelen nem tudom, de azért hála Isten a díjhoz gratulálnak, és hogyha úgy veszem, hogy mindenkit a történet, akkor azért a díj története az egy sokkal fontosabb, vagy egy sokkal számomra való történet, mint a másik, amiért külön is nagyon szívesen beszélek, mert most mit lehet róla mondani. Mindegy, ha megállítnak az utcán, akkor általában inkább a díj jön szóba, már amennyire egy írót az utcán megállítanak, nem nagyon. Érintőleg persze a másik történet is. Az hogy lehet, hogy a másik történet, mondta, hogy nem szívesen beszélne róla, de azért két-három szót hagyja egysünk róla, hogy Döbrentei Kornél elmondta a beszédét a Tilos Rádió előtt, és hetekig senki nem mondta azt, hogy na hát, vagy nagyon kevesen mondták, vagy legfeljebb csak a politikai csatározásokban mondták azt, hogy na hát, így nem lehet beszélni. Nézze, ez úgy van valahogy, hogy egyszerűen én olvastam ezeket a beszédeket, amelyek ott elhangzottak a Tilos előtt, eleve a gyomrom felfordult ettől a mesterségesen felhetszelt tömegtől, ettől a rossz hetsz kampánytól, és attól, hogy a hitüket és a katolicizmusukat úgy forgatják, ugye nem először a civilizáció történetében, mint valamiféle pallost, vagy hogy rosszabbakat nem mondjak, de mindegy, ez egy dolog. És végigolvastam ezeket a beszédeket, és azt gondoltam, hogy, és ezt meg is írtam ebbe a glosszába, hogy a többi urak engem nem érdekelnek, és hozzájuk semmi közöm nincsen. De hát a harmadik úrral egy írószövetségben voltam, hogy akkor én most ebből az írószövetségből kilépek, mert nincs kedvem egy szervezetbe tartozni vele, egy olyan szervezetbe, ahol az ember önként belép, és ahonnan önként kilép. Én ezzel különösebben nem akartam demonstrálni, ha gesztus értéke volt, akkor ennyi volt egyrészt, hogy ezt jelezni, másrészt pedig áttételesen valami módon a Tilos Rádióval vállalni szolidaritást, nem azzal a bizonyos mondattal, amelyet karácsonykor szerencsétlenül eleresztettek, nem szerencsétlenül, hanem védhetetlenül, és abszolút elítéletűen, hanem a Tilos Rádióval, azzal, amit a Tilos csinált, én már 11 éven keresztül, és kvázi tiltakozva azzal szemben, amilyen módon a Tilost ilyen ócska módszerekkel megkísérlik és megpróbálják elhallgattatni. A gesztus talán azért is fontos, mert lehet, hogy az más szakmákban is jót tenne, hogyha ezek a céhek, ezek a tömörülések a saját erkölcsi tisztaságuk érdekében lépnének föl. A balettáncosok, a kőfaragók, a nem tudom én kicsodák is, elítélni, kivetnék maguk közül azokat, akik olyat tesznek, ami nem elfogadható. Ez egy nagyon bonyolult dolog. Az Írószövetség utóbb kiadott egy közleményt, amelyet én most aztán a helyzetből fakadóan tényleg nem akarok kommentálni, de azzal egyet kell értenem, hogy az Írószövetség nem gondolatrendőrség. Nem lehet az, nem tud az lenni, és nem akar az lenni. Nagyon nehéz olyan szervezeteket elképzelni most Magyarországon, egyesületeket, amelyek ilyen magas igényt támasztanak a tagjaik felé, vagy a tagjaikkal szemben. Az Írószövetség, és akkor még finom voltam, nem ilyen szervezet. És nagyon-nagyon tisztelem azokat a kollégáimat, akik az én kilépésem után, vagy mondhatom, hogy apropójából tiltakozó levelet fogalmaztak, vagy kilépéssel, vagy kilépést helyeztek kilátásban, amennyiben az Írószövetség nem határolódik el. Ugyanakkor mégiscsak azt kell mondanom, hogy az Írószövetség az utóbbi időkben semmitől nem határolódott el. Miért pont most határolódna el, mitől határolódna? Ez egy nagyon bonyolult, majdnem, hogy egy kezelhetetlen helyzet. Én egyetlen egy kezelési módját láttam, vagy látom, azt, hogy ki
a maga saját személybe döntse el, hogy, hogy egy ilyen, ilyen dolog után, számtalan ilyen dolog után egyébként mit lép. És én úgy döntöttem, hogy akkor most ebből kilépek, nem mintha azt gondolnám, a leglidértesebb álmaimban sem, hogy az Írószövetséget bármilyen módon azonosítani lehetne egyes tagjainak a viselkedésével, vagy gondolkodásmódjával. Tehát eszemágában sincs ezt gondolni. Az Írószövetség se gondolja ezt, némely gesztusok szerintem se ártanának. Nyilván nem, hál' Istennek nem gondolatrendőrség, de hát vannak dolgok, amiket gondolni lehet, de kimondani nem illik, tehát rasszistának lenni, antiszemitának lenni, uszítani, azért ez túlmegy azon a fogalmon, mint hogy egy gondolatrendőrség megakadályozza, hogy mit gondoljunk, vagy mit mondjuk. Egyébként mindenki gondolhat magában olyan rasszista dolgokat, amilyeneket csak akar, csak nem biztos, hogy ez jó, hogyha az utcán felhetszer tömegeknek fejti ki. Egyetértek, én is ezt gondolom, de ugyanakkor láthatóan vannak szervezetek, amelyek ezt a jelleg miatt, vagy nem tudom mi miatt nem tudják így gondolni. A Tilos Rádióval azért is vállalt szolidaritást, mert hát a Tilos Rádiónak az egyik legsikeresebb programja volt, amikor ön olvassa fel a novelláit, még ebből ilyen műsoros estet is szerveztek, kazettákon terjedt. Tehát egy igazán sikeres produkció, közös produkciójuk volt. Nem azért. Az kétségtelen, hogy az utóbbi egy-két évben valahogy szorosabb a viszonyom a Tilossal, de érdekes módon, hogy ez egy nagyon régi kapcsolat közöttünk, hogy amikor még a 90-es évek elején, amikor még tényleg Tilos volt a Tilos, akkor én felolvastam heteken keresztül azokat a tárcákat, amelyeket akkor a Magyar Naplóba írtam. Tehát megjelent a Magyar Naplóba, és akkor lement a Tilosba, akkor kezdődött ez a mi kapcsolatunk. És meg azt sem mondanám, hogy én olyan különösebb Tilos rádió hallgató lennék, nagyon kevés rádiót hallgatok egyáltalán. Mert ugye a munka közben az ember nem nagyon tud rádiót hallgatni, de azokat a figurákat, akik a Tilosban és a Tilos körül vannak, azokat, még hogyha nem is értek egyet olykor a véleményeikkel, nagyon tisztelem amiatt, amit a magyar tolerancia állapotának a javításáért, vagy a sajtószabadság határainak a tágításáért is ragozhatnám. Egyáltalán ezért a civil magyar demokráciáért tettek és tesznek, és ezért mérhetetlen elkeserítő, hogy ha most elvégzik ez a rádió, akkor így végzi. Nem mondhatom azt, hogy bizonyos fokig ne lenne oka, de hát azért ez egy elenyésző, egy baromság. Tehát aki jó lelkiismerettel magába azt tudja gondolni, hogy megérdemelték, vagy ezt érdemelték, az vagy hülye, vagy hazudik. Az, hogy a politika kihasználja az ittszereket, azt gondolom önnek nem egy olyan meglepő dolog. Hát jó, nem, jó, most hagyjuk is a politikát, nem, egyáltalán nem meglepő, majdnem, hogy természetesnek tartom, de az is természetes, hogy olykor, és mostanában nem is olykor forog tőle a gyomrom. 98-ban jelent meg talán a Hősöm tere című, 2000-ben. 2000-ben jelent meg a Hősöm tere című könyve, hát ami egy... Nem tudom, mi a műfaj, egy regény, de hát, hogy milyen, egy állatregény, az, hogy arról szól, hogy a galambok hogyan veszik át a hatalmat, és hogyan építenek ki egy ilyen totális diktatúrát, mondjuk nagyon leegyszerűsítve a dolgot, mert nyilván, ha ezt el tudnám két szóval mondani, akkor nem lenne szükség regényírókra, hogy bonyolultabban megírják, és mikor ezt megírta, akkor gondolt, lebegtek a szem előtt igazi politikusok? Konkrétan nem. Azok a fajta figurák vagy politikusok, akik lebeghettek volna a szemem előtt, azok túl sokan vannak ahhoz, hogy elférjenek egy ember szemhatárán. Tehát ez az egész 20. századi európai történelem, vagy akár csak a magyar, olyan gazdag ezekben a nagyobb vagy kisebb, véreskezőbb vagy kesztyűsebb kezű demagógumban, hogy egyszerűen, még hogyha az ember típusokat alkot, sem férnek bele minden ízükben, és ez a könyv sem szól már csak a maga antiutópia jellegéből fakadó egy konkrét helyzetről, hanem tényleg felvesz egy fikciót, azt nevezetesen, hogy a galambok megnőnek embernagyságúra, a szelíd galambok, és
és átveszik a hatalmat az emberek fölött, speciál Budapesten. Hát ez így elmondva nagyon bárgyon is hangzik ráadásul. Csak hogyha ezt a fikciót végig gondolom alá komolyan, vagy nem realistán, akkor ebből nagyon érdekes helyzetek fakadhatnak. A könyv igazából én egyre inkább úgy érzem, hogy ha én kommentálom, hogy miről szól, akkor egyrészt az emberi ostobaságról és a gyávaságról szól, de nem azokéről velem szemben, se innen, se onnan, hanem mindannyiunkéről, és itt most nagyon-nagyon hangsúlyozott a többes szám első személy, mert ne legyenek illúzióink, hogy hány Magyarország, vagy akár hány Európa volna, egyrészt annyi, hányan vagyunk, de ez egy, azért egy országban élünk, és ezért az egy országért mindannyian felelősek vagyunk még akkor is, hogyha ez nem feltétlen minden dologban arányosan. A fő galamba Tubica Cézár, aki hát ilyen igazi diktátorként kavarja a dolgokat, és azt gondoltam, hogy persze ez lehetne Hitler, Mussolini, nem tudom, Stalin, biztos bárki lehetne, de hát ezt még akkor 2000-ben olvastam ezek szerint, két karácsony este ki. Rosszul éreztem magam, mert végig egy akkori vezető magyar politikus képe jelent meg a szemem előtt, ahogy a beszédeit, a módszereit olvastam, és lehet, hogy a rossz az, aki rosszra gondol, de végig az van, hogy na, ez most egy nagyon-nagyon megfogható magyar politikus, szóval végig ez volt az érzésem, lehet, hogy nem. Ez ennek inkább az lehet az oka, én nem gondoltam konkrét magyar politikus, de az lehet az oka, hogy az akár a bal, akár a jobboldali populizmusnak a nyelvi tartománya meglehetősen behatárolta a magyar nyelven, vagy pedig nagyon bejáratottak azok a kápák, kávák, sinek, amelyeken ezek a fajta beszédek, retorikai fordulatok, blaszfémák végfutnak és végigmennek. Ugye ezeknek a beszédeknek most nyelvi vagy írói értelembe értem, az egyik sajátosságuk, hogy egyfolytában valami nagyobbat akarnak mondani, mint ami a szájukon kifér, ezért erőlködnek, köhögnek, és elkezdenek haragudni a nyelvre, amelyik bizonyos dolgokat, amely dolgokat ők a mindenségnek a vállukon, a bal vagy a jobb oldali rögvalóság keresztjével akarnak mondani, ezt a nyelv olykor nem engedi, vagy pedig kifejezetten nevetségekre fordítja, mert nem adja magát, még a politikai nyelv se teljesen. Tehát nyelvileg ez egy ilyesfajta dolog. Lehet, hogy az én nyelvi képességeim nem elegek arra, hogy ezt árnyaltabban, vagy kevésbé allegorizálhatóan vezessen föl, de én nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon hasonlít ebből a szempontból ezeknek a hamis üdvtanoknak a nyelve, tehát a most nagyon leegyszerűsítve a kommunizmusé és a fasizmusé nyelvi szempontból. És természetesen, hogy az ember ezekből a nyelvekből dolgozik, de ezek szerint nem csak én dolgozom ezekből a nyelvekből, hanem egy csomó politikus is akarva akaratlan beleszalad ezeknek a nyelveknek, ezeknek a beszédmódoknak, retorimáknak a csapdájába, ha ez egyáltalán csapda, nem pedig egy akaratlagos allúzió. Ezt aztán most tényleg nem tudjuk. Van olyan politikus a készletből, akit úgy figyel, hogy ez biztos mond egy-két akkora baromságot, hogy ez jó lesz valami könyvben majd? Most már nem. Már ilyen sincs? Nem, hát nincs, mert most már minden baromság körbeért. Úgy, ahogy mondom. Tehát most már olyan különösebben meglep... Néha ugye az embernek még mindig fönnakad a szeme, de azért olyan különösebben meglepőt nem lehet mondani. Ebből a szempontból a 90-es évek első fele, azt hiszem, hogy minden szempontból végig, a 90-es évek első felében a nyelvi lehetőségek azok majdnem úgy végigjárultak, vagy kimerültek. Arról most nem is beszélve, hogy azért ezekbe a rontott szövegekbe, vagy ezekbe a karikírozott szövegekbe én elég ritkán alkalmazok konkrét, vagy a való életből elesett fordulatokat, nem azért, mert azok ne volnának jók, de nagyon is jók, csak az írás során, vagy amikor az ember létrehoz egy műnyelvet, egy műalkotást, akkor jobb ezeket kitalálni, vagy újra kitalálni, mint sem egy az egybe beépíteni egy szövegbe, és nem csak a ráismerhetőség, vagy egyéb okok miatt, hanem egyszerűen kiveti magából az én szövegem azt, vagy pedig azt dobja le magáról az én szövegem. Talán Bernard Shaw mondta, hogy az élet gyakran utánozza az irodalmat, hogy mikor elolvasom, na mondjuk önnek ezt a könyvét ezekkel a politikusi beszédekkel, és mint politikai újságíró szükségképpen elég sok ilyet hallgatok igaziból, egy
csomószor az az érzésem volt, hogy ezek most a maga könyvéből olvasnak fel részleteket. Tehát ez akkora butaság, hogy így nem beszélem be, amikor a könyvbe olvasom, hát az ember megszakad a röhögéstől mondjuk. Ha parlamenti közvetítésre látja, akkor azért úgy elszomorodik, hogy ezt most ő komolyan mondja. Most erre most hazudnék, ha azt mondanám, hogy néha nekem nem jutott eszembe, hogy ezt az egész bekezdést úgy, ahogy van, be tudnám emelni a Tubica beszédei sorába, de hát nem az az én dolgom, hogy beemeljek. Egyébként nem csak a Bernácsó mondja, hát a Bodrádának van egy nagyon szép mondása az interjú kötetében, hogy az író addig-addig ügyeskedik, amíg feltalálja a valóságot. A valóságnál nagyobb, lidércesebb és gazdagabb fikciót képtelenség kitalálni. Azért a magyar valóságról szól ez a Hősöm tere, a Sárbogárdi Jolán néven megjelent testszava. Testangyala, ami hát egy ilyen fiatal lányka, fel kell lapozni ilyen magazinokat típusú szöveggel van benne, azok úgy benne vannak a valóságban, de amikor verset ír, azért ez jóval távolabb van ettől a napi valóságtól, és hát az egész nyelve annyira más, annyira, mint hogyha talán két egész más ember írta volna. Pedig nem. Hát ezt tudom. Egyrészt azért nem, mert egyszerűen nem tudok kibújni a bőrömből, és nincs többféle nyelven talán az ember az adott műnem, vagy az adott munka szerint beszél, de mégis nincs több nyelvem, vagy nincs több bőröm, vagy nem, nincs több kezem, egy kézzel, egyfajta kézzel nyúlok hozzá a dolgokhoz. Csak hogy ami talán a prózaszövegben kevesebbszer látszott, speciál ebben a Hősöm terében kevesebbszer látszott, hogy milyen típusú viszonya van ezeknek a szövegeknek mondjuk a hagyományhoz. Miképpen játszik rá bizonyos klasszikus hagyományokra, a realizmus hagyományra és így tovább, vagy éppen a Testangyalában is másként látszott, hogy miként parafrazál bizonyos bornírtságokat és blődliket egészen az operett történetet, ha végveszem. A versekben ez a fajta allúziós technika, rájátszás technika az, hogy mi az ember egyfolytában a hagyományhoz való viszonyát nézi meg, amikor egy újfajta szöveget alkot, és sokkal pregnánsabb és erősebb. Ettől ezek a szövegek minden ironikusságukkal, vagy grotességükkel, vagy nevettetőségükkel együtt klasszikusabbak, vagyis transzparensebb, átláthatóbb az a kapcsolat, ami fűzi őket a magyar irodalmi hagyományhoz. Megjelent könyveit el szokta olvasni, hogy hú, ez egy jó mondat, ezt, hogyha újra kezdhetném, akkor kijavítanám, vagy hát az már kész. Úgy nem, hogy megjelent a könyv, és akkor fogom és elolvasom, és csapkodom a vállamat a tükör előtt, hogy ez most milyen fantasztikus, vagy ellenkezőleg a homlokomat, hogy mekkora barom voltam. Úgy nem, de az ember egyrészt sosincs kész semmilyen szöveggel. Formálisan talán nem nyúl hozzá, de azért ezek a művek, szöveg dolgoznak az emberben, és nem csak legbelül, hanem olykor használja ennek magát is az ember. Akár idézetként, akár egy motivumot tovább fejleszt, tovább dolgozik, és akkor visszanyúl a korábbi kötetekhez. Ezért, vagy azért, vagy amazért, vagy mert felolvasok belőle valahol, vagy mert valami más alkalomra kérik, és akkor az ember belelapoz, megnézi. Abban biztos vagyok, hogy például a Hősöm terét most fogom elolvasni első betűtől az utolsóig. Élvezni fogja. Mert megértem a Tilosnak, hogy ha lesz Tilos, akkor beolvasom részletekbe az egész könyvet nekik. És így el fogom olvasni az első betűtől az utolsóig. Számtalan részt olvastam bele, kerestem benne valamit, de így egy az egyben nem. Hát persze az ember azért korrektúrát csinál, és akkor úgy elolvasom. Igen, hát az egy más típusú olvasás, nem az örömkedvéért. Igen, hihetetlen ám, hogy mik maradnak benne egy könyvbe. Elképesztő. Például volt olyan könyv, ahol a utolsó, nem, egy megjelent könyv, ahol például benne hagytam egy 15 soros szonettet. Ami hát ugye olyan, mint egy 8 lábú hexameter, tehát egy képtelenség. Mert egyszer hát, nem szonett, szöveg, vagy nem szonett, de én szonettnek gondoltam, és egyszer valaki mondta, hogy te ez hogy van ez elgondolva? És akkor négyszer végigszámoltam, hogy nem vagyok normális, és megint végigszámoltam. És kérdezett, hogy tényleg 15 sor, mert dolgozódott a szöveg, és benne maradt egy sor, ami akarom, belefért volna, akarom, nem. Na most ezt csak a korrektúrára mondom, hogy az ember nagyon mellé tud nézni. Annál a lapnál, ahol én még a 80-as években dolgoztam, egy napi lapnál, az hétvégeken közölt verseket, és ott mondta egyszer a főszerkesztő a napos szerkesztőnek, hogy Lacikám, húzd már meg ezt a verset, mert nem fér be. De hát főszerkesztő elvtárs, ez egy szonett, ennek annyi sora van, ez nem lehet.
van 10 soros szonát, és mondta, és egy gólomszedés volt, és az utolsó 4 sort fogta és kilökte belőle, és volt 10 soros szonát, és nem tudom, hogy reklamáltak-e másnak. Ezért nagyon nehezen tudom elviselni az ilyen pagina fölötti kis helyre beférő napilap versközléseket, szóval ettől heróton van, akármennyire is lehet mondani. Szerzuti nagyon egy ekkorát. Igen, ezeket nem, ez nem tesz jót a költészetnek, akkor sem, hogy a 100 000 példányban nyomatják vele, sajnos, vagy nem sajnos, nem tesz jót. Még annyiban az élet megoldotta ezt a kérdést, hogy napi lapok, te még a Népszabadság szombaton közöl verset, de nem máshol verset. Nem, igen, nem, most már nem. Az élet ezt megoldotta, de ezt mondjuk helyesen oldotta meg. Nem biztos, hogy minden helyzetben appellálni kell a versekre. A versolvasás is egy nagyon-nagyon személyes, és egy valóban egy bizonyos fokig erőfeszítést igénylő, vagy legalábbis odafigyelést igénylő szellemi munka, nem föltétlenül nagyobb, mint olykor a regények olvasása, de valódi munka. És ennek egy napilap nem feltétlen jó terep. De ettől a költészet nem lesz kevesebb, hogy mondjuk a napilapokból ki. Az nagyobb baj, hogy a költészetről való beszéd, vagy a versről való írás, az egyáltalán egyre inkább kivonul a napilapokból. Hogy a kulturális rovatai a napilapoknak egyszerűen képtelenek betölteni azt a funkciót, amit be kéne tölteniük. Hát erre is van megoldás, van olyan kollégája, most egy jó író, rossz író, ilyen szempontból mindegy, és aki elmegy egy valóság showba szerepelni, meg ketrezve záratja magát az állatkertbe, hogy beszélnek róla, ami azt mondja, akkor lehet, hogy a komoly könyveit is meg fogják majd venni, hogyha megismerik az emberek a nevét ezekben a... Igen, csak ilyenkor nem róla beszélnek, hanem a bohócról, akit maga előtt tolva népszerűsíteni akarja a nevét, és pláne nem a művészetéről beszélnek. Tehát itt azért itt nem a személyekről kell beszélni, hanem olykor magáról a dologról sem árt beszélni. Én azért vagyok mindig zavarva, hogyha többet szerepelek, mert akkor ugye nekem is olyan érzésem van, hogy vagy nem a művek helyett szerepelek. Na jó, de onnan megyek a könyvesboltba, 2 millió könyv van. És akkor ott van, most miért ezt vegyem kézbe? Jó, ez is azért, igaz, mert ez ennek is a pasasnak valahol már hallottam. Hát olyan jó fej volt a nem tudom melyik vicces műsorban. Ez is benne van. Igen, de aztán a végén lesz valami csalódás, mert hogyha olyan a szöveg, mint amilyen a valamelyik ilyen vérgagyiba, a vérgagyizhatnék, akkor nem volt érdemes megvenni. Ha pedig abszolút nem olyan, és valaki eljátsza a bohócot, hogy a komoly szövegét megvegyék, ott pedig az olvasó becsapva érzi magát, és az első oldal után ott hagyja a könyvet. És azért nagyon szép az, hogyha valakinek megveszik a könyveit, de azt gondolom, hogy az se nagy baj, hogyha olvassák. Tehát az egy olyan rendes snob szokás is verses könyv. Tehát az illik, hogy legyen a polcon. Hát jönnek a vendégek, látják, hogy egy verses könyvem sincsen, akkor mit gondolnak róla? Legyen is, hogyha Európába kivesznek a snobok, akkor vége van Európában a művészetnek. A sznobéria és a sznobság azt inkább egy olyan nézőpontból illik, vagy illet cikizni, amely nézőpont szerint ennek a magas kultúrának egy olyan stabil, megingathatatlan pozíciója van az európai kultúrán belül, amihez egyszerűen föl sem ér a nem halálkomoly művészetfogyasztás, vagy nem mindennapi művészetfogyasztás. Ennek azt hiszem, hogy teljesen vége. Tehát amíg nincsenek olyan sznobok, akik maguk már nem mindennapi profi vagy félprofi fogyasztók, de még emlékeznek arra a nagyon fontos dologra, hogy milyen kultúrát fogyasztani, és van bennük egyfajta nosztalgia, vagy egyfajta majd egyszer kézbe veszem típusú tisztelet vagy szeretet a tárgy iránt, ezek tartják fent tulajdonképpen a magas művészeteket. Nem muszáj feltétlenül szeretni ezeket a elvarázsoló dolgokat, mint az úgynevezett komoly zene, vagy a költészet, vagy egyáltalán az irodalom. De eléggé illő lenne még tudni róla, hogy ez van. És hogy ez egy komoly dolog akkor is, ha én nem vagyok neki történetesen a fogyasztója. Mert ugye a közönség, aki azt mondja, hogy hát én ezt nem értem, mert Arany Jánost értem, Petőfit értem, hát nyilván Adinál már azért sokan kiszállnak ebből a dologból. De hogy ez nem erre van, szóval nem ezt tanulja az iskolában, nem ehhez szokott, hanem egy sokkal, sokkal egyszerűbb, sokkal közérthetőbb dologhoz. Hát én ilyenkor nem azt mondom, hogy a leg elliptikusabb, a legnehezebben fogyasztható költészeteket kéne feltétlenül szeretni a széles fogyasztói rétegnek, hát akkor tessék Arany Jánost venni, vagy Petőfit venni, és megnézni, hogy azt se értjük igazából.
vagy próbálkozni Adival, vagy pedig egy kicsit körülnézni, hogy azért a mai költészetben is vannak könnyebben és nehezebben ehető költészetek, vagy egy-egy életművön belül vannak nehezebben és könnyebben ehető darabok. Tehát olykor ez a nem értem és úgyse értem meg, ez inkább a nekifutás vagy a próbálkozás helyett van. De nagyon rossz lenne, hogyha ennek picit is lenne egy ilyen militáns íze, mint hogyha ez kötelező lenne, vagy kéne. A művészet az mindig, vagy sosem egyéb, mint ajánlat. Az írónak, vagy a művésznek az ajánlata a befogadó, vagy az olvasó felé, mert lehet elfogadni, és lehet nem fogadni el. Nem elfogadni, na már beszélek szépen. Dalszövegírás, ott sok az elfogadó. Például, hát most a dalszövegírás az is egy nagyon tágas tartomány, ugye, tehát itt a leggagyibb dalszövegtől a Váradi Szabósnak a dalszövegeig egy nagyon széles a skála. Na most ennek vannak olyan részei, amelyek bizonyos fokig szocializálnak a magas költészete vagy a költészete, és vannak olyan részei, amelyek kevésbé. Hát a vers, mint olyan, tehát a rímes beszéd, mint olyan, az természetesen jóval inkább jelen van az életünkben, mint az a vers, amit költészetnek nevezhetünk, vagy tiszteletünk. Ugyanakkor meg, most ezt megfordítom, a líra vagy a líraiság, az is nagyon intenzíven benne van az életünkben, csak valahogy a kettő ritkán találkozik, mint a befogadóban. Hát azért tisztes költő mindig vigasztalatja magát azzal, hogy hát majd az utókor felismeri. Mert hát hány olyan nagy költő volt, akit kortársak lenéztek, kigúnyoltak, és hát az utókor meg rájött, hogy érettségi tételt kell belőle csinálni. Hát bizonyára vannak olyanok is, akikből az utókor csinál érettségítételt, vannak olyanok, akik érettségítételt, aztán az utókor nem is emlékszik rájuk. Az utókorokra appellálni sem érdemes, és kisakkozni sem érdemes, hogy vajon mit fog az utókor szólni az ember szövegeihez. Arról sem tudja. De ilyen szempontból olyan szerencsés. Díjat kap, megjelennek a könyvei, folyóiratokban jelenik meg. Tehát a mai divatos költők közé tartozik. Hát azt hiszem, hogy igen. Hát jó, egy ilyen díj, mint ez a Magyar Irodalmi Díj, ez egy nagyon jó díj, és ezt örülök is, hogy megkaptam, és ez ugye rajtam keresztül, vagy hogy mondjam, bizonyos fogja a költészetet magát is egy kicsit a reflektorfénybe, vagy micsodába állítja, és ez azért jó. Azon gondolkozom, hogy miért nem olvasnak az emberek több verset, mert hát az a maga módján lehetne divatos, mert rövid, hát még a sor sincs végigírva. Felszáll az ember a villamosra, megy egy megállót, el tud olvasni egy verset, egy regényt nem. Szóval, hogy ebben a rohanó élettempóban a terjedelme miatt legalábbis sokkal inkább bele kellene, hogy férjenek a versek. Olyan méretetlenül erős a történet elvűség, vagy a sztori elvűség a mindennapjainkban. Annyira csak a történet az, ami befogható és felfogható. Annyira nem vagyunk képesek, nem ez a hétköznapi logikánk a lineárison kívül másként gondolkodni, hogy egyszerűen egy olyan szöveg, amelyiknek nincs evidensen eleje, bement az ajtón, kiment az ajtón, vége, már szinte nem fogadható be. Azt a küszöböt nehéz megugrani, amíg belül kerülök egy versen, vagy egy versszerű szövegen, utána már talán könnyebb. Meg a másik, tudja, ez úgy van, hogy nagyon sokan azért riadnak vissza úgymond de hagyjuk a költészetet egyáltalán az irodalomtól, vagy a modern irodalomtól, mert azt gondolják, hogy ez olyan, mint a keresztrejtvény, hogy van egy én kitalálok valamit, kifundálom, az berejtem a vízszintes 18-ba és a függőleges 16-ba, és akkor odanyom az olvasónak, hogy vad kitalálod, vagy nem. És ha nem találod ki, akkor nem értetted meg a művet, ha kitalálod, akkor ott az irodalom, a jó irodalom az minden, csak nem keresztrejtvény. Eleve nem egy, hanem számtalan, nagyon sokfajta olvasata, megoldása van, és egyszerűen rábízhatom magam, és olvashatom sokféleképpen, olvashatom a saját igényeim szerint, a saját kedvem szerint. De ezt mindenki, aki egy kicsit is olvas, ismeri, hogy életünk különböző szakaszaiban különféleképpen olvasunk nagy vagy kisebb műveket, és különféleképpen szeretünk. Tehát nem kell egy műtől azt várni, hogy én ez úgyis hülye vagyok, mert nem tudom megfejteni. Nem megfejteni kell, hanem megérezni valamit belőle. Kicsit úgy, mint a zenében talán.
például a Hősöm tere, az nem egy kellemetlen dolog elolvasni, mert az ember rengeteget röhög rajta, van története, elcsodálkozik azon a töménytelen mennyiségű szóviccen, ami azon a nyelvi trükkökön, ami szinte egyedülálló biztos, vagy ne egyedülálló nyilván a magyar irodalomban. Tehát ez egy kellemes dolog, jó érzés olvasni, ezt nem mindenki gondol közben arra, hogy akar. Tehát ez nem egy elrontott néhány óra, amit azzal tölt az ember, az kifejezetten egy jó dolog. Hát a többi se gondolom, hogy elrontott volna. Talán könnyebben ehető a Hősöm tere, ám bár nagyon sokan mondták, hogy egy idő után levontak róla. Azt gondolták, hogy ezt nem, ez már sok, nyomasztó, nehéz, túl sok ez már a lidércességből, és volt egy csomó ilyenfajta kifogásuk. Valaki van, aki meg nagyon szerette. Relatíve biztos, hogy könnyebb olvasmány, mint mondjuk a grafikmesterekben. Bár... Nem tudom. Nyilván mindenkinek más, de hogy van, nyilván a modern ember nagyon sok filmet néz, és ahhoz viszonyít például egy regény, de hát ebben szinte minden benne van, ami egy jó filmbe kellene, mert van benne kegyetlenség, szerelem, elképesztő képek, fordulatok, izgalom, tehát van egy cselekmény, amit most ez nem lehet nyilván filmben megcsinálni, mert akkor elveszik éppen ez a bája a dolognak, de hogy mint könyv nagyon filmszerű. Tehát ilyen nagyon minden benne van, ami kell az nép. Igen, én is azt gondolom. És ez így ki van találva előre, hogy mint hogy a filmesek mondják, hogy szőke kisfiú, fóka, piros labda? Nem, hát így nem lehet kitalálva. Nem, nincs. Ez egy történet, amelyik felvett, amit felvett. Tehát mondom, egy fikció, és aztán utána végigviszi az ember, hogy milyen komolyan venni egy ilyen képtelenséget. Ennyi, és aztán írja magát. Bizonyos, hogy persze az ember természetesen tereli, természetesen idő után lát egy véget, de nem úgy van, hogy előre tudok minden egyes részletedből. Úgy rémségesen unalmas lenne. Azon kívül, hát ugye, ami egy csomó olvasót olyan nagyon érdekelt volna a könyvből, hogy mi van utána, az engem viszont már nem érdekelt. Rész. Nem második rész, mert az engem már nem érdekel. Engem ez a bizonyos hatalomra bukásnak a logikája érdekelt. Úgy lelkileg, mint retorikailag. És nem pedig az, amikor már egy ilyen formáció hatalomra került. Tehát ilyen értelemben hagy egy bizonyos, vagy egy hiányérzetet is kell tudomásolni. Mert talán ez a legérdekesebb, mert látunk egy csomó teljesen normális, kedves, rokonszenves embert, és mikor hatalomra kerülnek, akkor azt kell tapasztalnunk, hogy ezeknek megsütött a nap erőteljesen a fejét. Hát ezek meghűltek. És ezért nem egy ilyen példát. Hát nagyon. Na, úgy látszik, hogy ezekben a civilizációkban rémségesen nehéz a hatalmat elviselni, és a befolyást elviselni. Tehát tényleg olyan emberek megbolondulnak tőle, akikről az ember nem is gondolta, és ilyen négy év fesztávú figurákká válnak olyan emberek is, akikről azt lehetett volna gondolni, hogy talán államférfinak se lesznek utolsók. Nem csak Magyarországra vonatkozik, én azt gondolom. Úgy látszik, hogy az emberi természetben annyira mélyen van ez az uralkodhatnék, azon kívül az egész médiavilág ezt a fajta szemléletet újra is termeli. Most nem akarom amerikanizmusnak mondani, mert ez is ostobaság volna. Tehát ez a fajta folytonos versenykényszer, hogy versenyezni, nyerni, a legjobbnak lenni, folyton felül lenni, folyton uralkodni, ez bizonyos fokig bele is kényszeríti a politikát és a politikusokat ebben a szerepben. És hát ez a szerep rettentően édes. Azért is furcsa a dolog, mert egyszer egy bukott miniszter mesélte, akkor már mindig rögtön kedvesebbek, hogy tulajdonképpen az nem is a nagyon jó dolog miniszternek lenni, mert kora reggel érte jön a sofőr, teljesen érdektelen értekezletek halmazát kell végighallgatnia, tulajdonképpen nagyon kevés befolyása van a dolgokra, a barátai bombázzák kérésekkel, semmit nem tud elintézni, tehát mindenki megsértődik rá, elveszíti a régi barátait, mert milyen nagyképű már nem is hív minket, vissza pedig egyszerűen nincs ideje, mert egy hülye fogadásra kell mennie. Tehát tulajdonképpen egy frusztráció az élete, mert a világot lehet, hogy úgy indult, hogy jobbá fogja tűnni, de nem tudja, mert még a negyedik bizottságnál még ott kell egy okos hozzászólást mondania. Tehát, hogy nem is a nagyon jó, de valami mégis lehet benne, mert szomorúak, mikor úgy néz ki, hogy kibuknak onnan. Hát mert ez is a játékszabályokhoz tartozik, hogy nem jó veszíteni. Én egy pillanatig nem irigylem azt, aki a profi politizálásra adja a fejét, és félve mondom, mert azért egy demagóg félmondat, hogy na de hát nem kötelező.
azon kívül én azt gondolom, hogy valaki, aki a közügyeit hosszú távon képviselni akarja, annak azért jó, hogyha erőszakot tesz a hatalomvágyó természetén, vagy pedig nem erőlködik hatalomra jutni. Borzalmas, amikor már a saját hatalmával, a saját hatalommániájával nem tud megküzdeni egy tisztviselő, vagy egy tisztségviselő. De nekem soha nem volt hatalom a kezembe. Vagyis, hogy... és nem is lesz. Tehát bizonyos fokig nem joggal mondom, nem mondtam le hatalomról, mert úgy éreztem, hogy így vagy úgy ez. Tehát azért az ember, ha méltányos akar lenni, akkor mégiscsak azt mondja, hogy kinek azért ez a saját felelősségre. Azt tapasztalja, hogy az éppen aktuális hatalom a saját legitimációját próbálja növelni azzal, hogy például ismert művészekkel mutatkozik, hogy hát az ő fényükbe szeretne sütkérezni, hogy milyen jó miniszter vagy bármi vagyok én, hiszen ez a híres író, színész, labdarúgó is most itt ül az asztalomnál. Figyelj, de ebben a rendszerváltás utáni időben a magyar médiában a leghíresebbek és a leglátottabbak mindig is a politikusok. Tehát inkább fordítva van. Uh-huh. Hogy ugye egy olyan nyilvánosságban, ahol vannak az igazán nagy sztárok, és a politikusoknak érdemes kvázi velük együtt mutatkozni, ott ez igaz. Itt majdnem, hogy fordítva van. Tehát itt a legnépszerűbb, vagy a legtöbbet szájra vett figurák, Közép-Kelet-Európában a politikusok, nem pedig az ilyen olyan sztárok. Ez az én tapasztalatom. Természetesen van egy ilyen, mindig van a politikában, vagy a politikusokban, hogy nem politikusokkal együtt, ismert emberekkel. Ez természetes is. Hát ez. Meg ugye az is érdekes, hogy Kelet-Európában, vagy Közép-Európában legalábbis elég sok író jutott politikai szerephez. Magyarországon is, Csehországnak is volt író elnöke, Magyarországnak is, aztán tudunk olyan... És milyen jó elnökök! Véletlenül igen. Igen. Azért, mert a rendszerváltó értelmiségben, hogy így mondjam, eléggé nagy százalékban volt képviselve az író foglalkozású értelmiségiek csoportja, természetesen. Mondjuk Magyarországon mondjuk a mai SZDSZ és mondjuk a mai MDF körében is, hogy mind a két csoportban sok író. Igen, mind a két csoportban sok író volt. Ezeknek a jó része vagy az írást hagyta abba, vagy a politikát hagyta abba, vagy mind a kettő. Ez természetes, ez megint egy ilyen közép-kelet-európai sajátosság, ugye Nyugat-Európában ez az írópolitikus típusa, ez már azért a 70-es évek után, 70-es vagy 60-as, 70-es évek után már kiveszett, mert inkább profik lettek a politikusok, akik kezdettől fogva erre a dologra készültek. Hát ez úgy normális, az is egy szakma, majdnem olyan annyit kell készülni, mint egy író legyen valaki. Én is ezt gondolom. Hát önmagában az, hogy profi, az még nem baj, sőt. Hát önmagában az, hogy profi, az még igazából az a minimum, de az kevés. A profisággal azzal még az ember iparos lehet, de mondjuk művész nem. És a profi politikussággal az ember jó politikus lehet, de államférfi nem. Érzi íróként annak az inspiráló erejét, hogy mondjuk most bármit írhat a politikusokról, vagy a hatalomról. 90 előtt lehet, hogy a hatalomra jutás módján gúnyolódni, az persze érdekes lett volna, mert lett volna egy ellenállás bája, csak nem biztos, hogy föltétlenül az első nyilvánosságba kinyomják, vagy föltétlenül díjat adnak érte. Igen, az valószínű, hogy nem. Hát most azt azért folyton tetszik, nem tetszik, ki kell mondanunk, hogy azért itt és most az utóbbi 13 évben létezni jobb volt, mint az elmúlt évtizedekben, akkor is jobb, hogyha ez az időszak nem minden reményt váltott be, a sajtószabadság szempontjából is, mindenféle szempontból. Nem, ez sokkal bonyolultabb van az emberben, tehát ez nem okoz eufóriát, hogy most az ember bármit kimondhat, inkább csömört okoz, azt gondolom. Egyfelől, másfelől pedig az ember azt mondja ki, amit a saját szűrőjén keresztül ki tud és kienged mondani. Tehát a szabadság az mindig bizonyos fokig felelősség is. Tehát azt mondom ki, amit az én nyelvemen, az írói nyelvemen ki tudok mondani, ami művé formálja magát. Most a művekről beszélek elsősorban. És az olykor nagyon nem politikus, olykor meg kifejezetten az, vagy eléggé az. De nem törekszik erre az ember, vagy nem azért ír meg valamit, hogy most politizáljak egy erőset, vagy nem azért van ebből ki, hogy akkor most egy darabig nem. Tehát nekem nincs semmi különösebb viszonyom a poli, meg ez a közélethez sem nagyon. Az ember ha belekeveredik, aztán akkor húz ki belőle, inkább kétségbe esettem, hogy nem, hogy most már tűnni el és dolgozni,
és menni vissza a szavak közé, vagy a nyelvbe. Úgy megkértem volna, hogy olvasson fel egy verset, de elment az időnk. Olvasók elolvassák. Köszönöm szépen, és önöknek is köszönöm szépen a figyelmét. Viszontlátásra. Az asztaldíszt készítette Guba Ági virágkötőmester. Köszönjük Önöket, kedves hölgyeim és uraim! Elérkezett a téli szezon nagy leárazása a Rubin Shop üzletében. Szenzációs árengedmények, verhetetlenül alacsony árak, a műszer